Sziasztok! A heti szakasz a KTC végén szól a Tóra az Amalékról. Zachor et asher asa lecha Amalék. Emlékezzel meg arról, amit Amalék tett veled az úton, midőn kivonultattak Egyiptomból, hogy rád támad, stb. És ez nagyon érdekes micve, mert sajnos sokan támadtak meg a zsidó népet a történelem során, de csak az Amalékról van írva az a micva, hogy örökké kell emlékezni erre, és soha nem szabad kibékülni vele. Mi ennek a jelentősége? Haszidizmus azt mondja, és idézi a Rashit. Rashi a klasszikus kommentátora a Bibliának. Rashi azt mondja, mihez hasonlít Amalék viselkedése. Ez ahhoz, hogy volt egy nagy fürdő, ami forró, meleg volt a víz, senki nem tudott oda bemenni, jött valaki és azt mondta, ő minden áron megy be, beugrott a vízben, el lehet képzelni, hogy égési sérülésé voltak, de pszichológiailag a következő embernek már könnyebb volt bemenni, mert tudtad valaki már bement a fürdőbe. Hasonlóképpen a zsidó nép most szabadult Egyiptomból, és 10 csapás volt az egyiptomiaknak, a víz ketté vált, senki nem mert tenni semmit a zsidó nép ellen. Jött az Amalék is megtette. Utána többieknek már könnyű volt. Ő volt az úttörő a zsidó nép elleni háborúnak. Mi a tanítása ennek? Tanítása ennek azt mondja a haszidizmus, hogy sokszor az ember látja és érzi, hogy a zsidóság követel tőle valamit, de ennek ellenére egyszer csak nincs kedve. Ő nem ellenérvel áll elő, hanem olyan, mint az az ember, aki beugrik a forró vízben, azt mondja, nem érdekel a forró. Egyszer csak nem érdekel. Ez egy nagyon-nagyon rossz tulajdonság. Az a valakinek van gyengesége, és tenni valamit, ami nem tilos, mert van egy ilyen gyengesége, valahol értető, még akkor is, ha vétkes. De amikor valaki csak csinál valamit dafke, dacból, az a legrosszabb dolog. Ezzel nem szabad kibékülni. És erre ezért mondja a Tóra, az Amalék tettevel soha, de soha nem szabad elfelejteni, nem szabad kibékülni vele. Mert ennek nincs helye az Isten szolgálatában. Köszönöm szépen!